A kereskedelem, a csoportok és az emberek közti kapcsolat egy nagyon régi fajtája. Az őskorban még cserekereskedelem zajlott, árut adtak áruért. Az ókorban árupénzt kezdtek használni, ami egyfajta közbülső csereeszközként szolgált. Ilyen árupénz volt a só, bors, értékes kagylók, később a fémek, réz, bronz, ezüst, és innen már egyenes út vezetett a pénz kialakulásához. A rómaiaknál az ügyintézést még írni tudó rabszolgák bonyolították. A kereskedelem ügyintéző, mint önálló szakma a nagy itáliai kereskedőházak kialakulásával jelent meg. Ma már rengeteg kereskedőcég működik, amelyek tevékenységét számtalan jogszabály szabályozza. Ezek a cégek kapcsolatban vannak egymással, a beszállítókkal, az ügyfelekkel, a hitelintézetekkel és az állammal. Így a kereskedelmi ügyintéző munkájára ma nagyobb szükség van, mint bármikor. Kolbert Bernadett vagyok, 2 éve dolgozom kereskedelmi ügyintézőként. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas, nagyon mozgalmas szakma, és nagyon szeretem csinálni, nem unatkozom közben. Sokan nem is gondolják, hogy mennyire időigényes és mennyire rá kell készülni bizonyos dolgokra. Például a karácsonykor ünnepek kapcsán azért nagyobb forgalomra számítunk, erre nekünk fel kell jóval előre, akár fél évvel azelőtt is készülni. Tehát pontos tervezést igényel, fontos az, hogy előre fel legyen készülve az ember, ne csak így hip-hop belevágjon. A kereskedelmi ügyintéző feladata minden olyan áruforgalomhoz kapcsolódó tevékenység, amely ügyintézéssel jár. Munkája nagyon sokrétű. Ő az, aki megrendeli, átveszi, rendszerezi és raktározásra előkészíti az adott vállalat által forgalmazott árukat. Ha szükséges, üzleti levelezést folytat, akár idegen nyelven is. Reklamációs eseteket kezel, válaszol a vevők, megrendelők kérdéseire. A kereskedelmi ügyintéző kommunikációs és marketing tevékenységet is végez, vállalati, illetve márka arculatot biztosít. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció protokoll szabályai. Feladatai közé tartozik még, hogy elvégezze az irodai adminisztrációt, valamint kapcsolatot tartson a partnerekkel, ügyfelekkel, vevőkkel. Emellett ellátja a külgazdasági kapcsolatokhoz kötődő adminisztrációs, szervezési és elemzési feladatokat is. A kereskedelmi ügyintéző mindig nyitott a piac újdonságaira, részt vesz a szakmai rendezvényeken, együttműködik cége társadalmi kapcsolatainak alakításában, figyelemmel kíséri az új potenciális partnerek megjelenését, az aktuális kedvezményeket. Az ügyintéző állandó kutatja, keresi az új üzleti lehetőségeket, árajánlatokat kér és ad. A kereskedelmi ügyintéző munkájához számos irodai eszközt használ. Legfontosabb ezek közül a számítógép, amin tárolja az adatokat és végzi az adminisztrációt. A kapcsolattartásban a telefon segíti, leveleit faxon küldi. Segítséget nyújt számára a hazai és uniós jogszabálygyűjtemény, vám és fuvarrakomány mintagyűjtemény. Valamint ahhoz, hogy eredményesen tudjon dolgozni, állandó internet kapcsolatra van szüksége. Vannak nehezen megoldható feladatok számomra, általában a külföldi partnereknek a meggyőzése a magyar piacról az nehéz. A külföldi partnerek nem látják a magyar piacot úgy, a mi feladatunk az, hogy bevezessük őket abba, hogy hogyan is működik a piac, megmutassuk, hogy van itt is igény kereskedelemre, van itt is áru, menj innen kifelé, jön ide be. Tehát ez nagyon fontos, hogy lássák, hogy van igény a termékeikre. A kereskedelmi ügyintéző munkához számos szakmai ismeretre és készségre van szükség. Legfontosabb a jó szervezőképesség és az önálló munkavégzés. A dokumentáció vezetéséhez felelősségtudatra, megbízhatóságra, pontosságra van szükség. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás jó fogalmazó készséget és udvariasságot igényel. A sikeres kereskedelmi ügyintézőnek jó számolási képességgel kell rendelkeznie, valamint a számítógép mindennapos használatához digitális kompetencia is szükséges. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ebben a szakmában az, hogy az ember proaktív legyen, legyen egy komoly stressztűrő képessége, legyen kreativitása, koncentráció képesség is nagyon fontos, hiszen minden apró dolog részlet nagyon fontos lehet. Adott esetben természetesen sokat kell tudni beszélni, meg kell győzni a partnert arról, amiről azt gondolom, hogy nekem jó. A kereskedelmi ügyintéző zárt térben, irodahelyiségben dolgozik, könnyű fizikai munkát végezve. Főként pszichés megterheléssel jár a munkavégzés, hiszen nagy a felelőssége, és gyakran a határidők szorításában kell dolgoznia. Egészségre ártalmas lehet a számítógép előtt töltött sok idő, ami a szem fáradása
elhalasztását okozhatja, és az ülőmunka, ami gerinc problémákhoz vezethet. A szakma épp hallási funkciót és jó beszédkészséget feltételez. A számítógépes munkavégzés megfelelő látást, a kar, kéz, ujjak használatát igényli. Ugyanakkor a munkakör átszervezésével, speciális eszközök használatával, mozgás, látás és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. A munkakör már kereskedelem ágazati szakközépiskolában szerzett érettségivel is betölthető, hiszen a hallgatók elsajátítják az áruforgalom tervezéséhez, irányításához, lebonyolításához, valamint a marketinghez kapcsolódó alapismereteket. A könnyebb elhelyezkedés érdekében érettségi után ajánlott a logisztikai ügyintéző képzés elvégzése. Pályaalkalmassági követelmények nincsenek, egészségügyi követelményeknek viszont meg kell felelni. A képzés szakközépiskolában is felnőtt képzés keretei között egyaránt elvégezhető. A szakképzettség birtokában a kereskedelmi ügyintéző mellett a logisztikai ügyintéző vagy anyaglogisztikus munkaköröket lehet betölteni. A szakmai tudás felsőoktatásban is elmélyíthető kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzésben vagy alapszakon. Rokon foglalkozásként a kereskedelmi szervező, az anyaggazdálkodó és a kereskedő nevezhető meg. Statisztikai adatok alapján bruttó keresetként ebben a szakmában kb. 120 és 280 ezer forint közötti havi fizetéssel lehet számolni. Ez azonban változhat attól függően, hogy a dolgozó milyen életkorú, mely régióban, megyében lakik, valamint hogy a munkáltató esetében állami vagy magán, hazai vagy külföldi cégről beszélünk-e. Szerintem fontos a kedvesség, de nagyon fontos az, hogy szigorúak is legyünk, és tartsuk magunkat ahhoz, hogy mik a céljaink. Tehát egy abszolút egy ilyen kettős, nagyon megértő embernek kell lennie, úgy, hogy elérjük azt mégis, hogy minket választanak. Nagyon fontos ebben a szakmában az, hogy haladjunk akkorra, hogy a különböző médiumokat, konkurenciát kövessük. Nagyon fontos az, hogy csak az embereknek a gondolkodásmódjára megpróbáljunk felkészülni, próbáljunk gondolkodni az ő agyukkal. Nagyon fontos az, hogy a világ aktuális trendjeiről tájékozódjunk, és ezeket lekövessük. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.